Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben, mint megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. Kikaptak a Dunaújvárostól a kisvárdai kézilabdázók. Harmadik bajnoki győzelmét szerezte meg a Kölcsér DS-e. Debreceni siker született az Ötvös Kupa nemzetközi kosártornán. Két érmet szereztek a Reménység körversenyen az NVSC kardvívói. Döntetlennel zárult a Balkány Nagyhalász megyei rangadó. Négy érmet nyertek a női bajnokságon az NVSC Big Boxing bunyósai. 9 gólos vereséget szenvedett a Dunaújvárostól a kisvárdai női kézilabda csapat. Kovács Péter együttese az NB1 hetedik fordulójában hazai pályán kapott ki 37-28-ra. Gratulálok a Dunaújvárosi csapatnak, mert teljesen megérdemelten egyértelműen győztek. Sajnos nem tudtuk még nehéz se tenni számukra a mérkőzést. Mi is elemeztünk, mi is készültünk természetesen, de valami miatt nem sikerült. Én azt hiszem, hogy tehát a csapat végül is látszott az akadás, látszott a küzdő szellem, de valahogy ez begörcsösödött. Tehát ebben nem tudtuk játszani. Rengeteg hibát követünk el védekezésben, alapvetően borzasztóan különbség volt dinamikában, gyorsaságban a két csapat között, amire készültünk természetesen. Mondhatnám azt, hogy nagy meglepetést ők se tudtak nekünk okozni, mint hogy mi sem nekik, mindenki ismeri a másikat. Ezek a dolgok egyszerűen sokat fülekre találtak. Hát érdekes statisztika, amit most hallottam a tévében, hogy az első félidő 12. percet, meg a másik félidő elején 6 percet, ezt összesen 18-3-ra veszítettük el, ez hihetetlen. Tehát, és azt hiszem, hogy tehát kísért a múlt, ugye majdnem minden meccsünk így kezdődik, hogy az ellenfél a mérkőzésen öntetemesen ültet eszélt, hogy ezt legfeljebb szépíteni tudjuk. Ma még el sem tudtuk a második félidőben. Csak annyit, hogy valamivel közelebb kerültünk, hiszen volt már 13 gól különbség is a két csapat között, ha jól emlékszem, hogy több nem. Hát nem tudom. Ez egy nehéz iskola, tehát ezt tanulnunk kell az NB1-et. Hát az ember mindig csak abban bízik, hogy elkövetkezendőben, tehát hogy tanulunk belőle, és hogy ez jobban fog működni. A Dunaújvárosiak edzője szerint döntő volt, hogy mindkét fél idő elején több góllal el tudtak lépni ellenfelüktől. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól kezdtük a mérkőzést az első 10 percben. Azt hiszem, hogy 8-9 gól volt a két csapat között. A védekezésünk is koncentrált volt, feszes volt, agresszív volt, a támadójátékunk is jól sikerült. Tudtunk ott könnyű gólokat lőni gyors indításokból. Aztán egy kicsit fölengedtünk annak tudatában, hogy nagyobb a különbség a két csapat között, ezt a kisvárda azonnal kihasználta. A második fél idő elején az öltözőben egy picit ismét összekaptuk a csapatot, elmondtuk a lehetőségeket, mit kellene csinálni, hogyan kellene játszani támadásban, védekezésben, koncentráltabban kellene lenni. Így a második fél idő eleje is, azt gondolom, hogy ahogy az első fél idő is úgy kezdődött, ott egy kicsit magabiztosabbak lettünk, még több gólt tudtunk lőni, nagyobb arány lett a két csapat között gólarány, és onnantól kezdve én úgy gondolom, hogy biztossá vált a győzelmünk. Sokat dolgoztunk, annak ellenére, hogy 9 góllal nyertünk, nagyon sokat készültünk, dolgoztunk, videót elemeztünk, tartottunk ettől a mérkőzéstől, és ez azért nem volt olyan könnyű, mint ahogy az eredmény mutatja, tehát egy jó kisvárdát győztünk le mindenféleképpen, én úgy gondolom. Szerdán kiderült, hogy Kovács Péternek ez volt az utolsó mérkőzése a csapat kispadján, a klub vezetése ugyanis felmentette az edzőt a munkavégzés alól. Továbbra is kézilabda, a Kölcsér DS-e az NB2-ben 31-19-re verte a Heves csapatát, megszerezve harmadik bajnoki győzelmét.
Mindenki tudja, hogy nagyon sok változás következett be a csapatunk összetételében. Két kezdőkapusunk, kezdőjátékosok távoztak a tanulmányi elfoglaltságok és egyéb munkahelyi elfoglaltságok miatt a bajnokság kezdetekkor. Nyilván egy érési folyamat közepette vagyunk, sokat edzünk, készülünk, napról napra jobbak vagyunk. Tényleg mondhatom, hogy edzésről edzésre látom azt, hogy amit tanulunk, azt a pályán is viszont látom. Úgyhogy fokozatosan szépen javul a játékunk. Tegnap már nagyon magabiztosan játszottunk. Egy csapatnál kulcskérdés a kapusposzt, említetted, hogy két kapus távozott, két nagyon fiatal hölgy áll a kapuban, ezek szerint azért mégis működik a dolog. Igen, nagyon tehetségesek. Tegnap Torkos Hanna 15 évesen fogott 35%-ot, tehát szenzációsan védett. A másik kis kapusunk szintén nagyon ügyes, ő még csak 14 éves, elsős a Kölcseiben, junior meccsen döntő részben ő védett, tegnap ő is 40% körül védett, Varga Fruzsinának hívják egyébként, szenzációs ügyesek, de hát nyilván egy felnőtt mérkőzésen néha vannak nehéz pillanatok, úgyhogy vésztartalékként ott van Gyimesi Lola, aki mezőnyjátékosként szeret inkább játszani a Kölcseibe, de eszméletlen jó kapus, úgyhogy néha ő besegít azért, ha minden kötél szakad. Eddig 6 mérkőzésből 3 győzelem, 3 vereség a mérleg. Mennyire vagy elégedett a előbb elmondottak tükrében ezzel a teljesítménnyel? Én azt hiszem, hogy az eredményjelző soha nem hazudik. Tehát ha egyszer kikaptunk, akkor annak oka van. Néha rajtunk kívülálló is, de az is hozzátartozik a sporthoz. Volt már olyan, amikor kicsit minket segítettek a játékvezetők, tehát hosszú távon én azt gondolom, ez kiegyenlítődik. Azon vagyunk, hogy ezt a helyezést minél feljebb strófoljuk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenképpen a mezőny első harmadába szeretnék majd végezni a bajnokság végén, és én erre képesnek tartom a csapatomat minden tekintetben. Ami nagy öröm, hogy taktikailag óriásit fejlődtünk, tegnap például sok mindent kellett bevetnünk, és mindenre volt válaszunk. Ha emberfogás volt, ha akármilyen taktikai variációt játszott az ellenfél, akkor mindenre tudtunk válaszolni, úgyhogy amit az előbb mondtam, napról napra jobbak vagyunk, és még jobbak leszünk. Szó esett már az utánpótlás együttes, ott is nagyszerűen szerepeltek. Az viszont nagyon meglepetés számomra. Nagyon magabiztosak a lányok, 6 meccsből veretlenül állunk hiba nélkül, pontveszteség nélkül az első helyen, úgyhogy ebből egy nagyon szép dolog is kisülhet. Én azt hiszem, hogy a minimális cél most már az érem, de akár még a legfényesebbet is megcélozhatjuk, bár sok van még hátra, tudom, hogy sok minden lehet. Egyébként lányok, fiatalok, betegség is, sérülés, stb. Közben jöhet, de tegnap is nagyon-nagyon magabiztosan játszottunk egy jó csapat ellen, és fölényesen nyertünk, úgyhogy nagy öröm számomra, hogy az utánpótlás szépen fejlődik. Következő ellenfél. A következő ellenfél utazunk, és ismét egy félig meddig rangadó jellegű, egy nagyon jó erős Ózd otthonába megyünk, ahol mindig jó meccseket játszunk, és hozzáteszem szoros mérkőzéseket. Általában itthon mindig megverjük őket, ott pedig az utolsó 2 évben döntetlent játszottunk, de érdekes módon mindig úgy, hogy a mi kezünkben volt a győzelem. Én most azt szeretném, hogyha most végre realizálnánk a hát nem mondom, hogy papírformát, inkább csak a mi vágyainkat, és 2 ponttal térnénk haza, illetve hát a junioroktól is ezt várom. Az sem könnyű, mert az ózdi utánpótlás nagyon-nagyon erős. Ebben a fiatal csapatban te vagy az egyik, aki rutin képviseli. Milyen ez a mostani társaság, milyen vezérszerepet betölteni a pályán? Nagyon jó érzés, hiszen most nagyon jó a junior csapatunk, veretlenül állunk a tabella élén, és úgy érzem, hogy most ez a bajnokság az, amikor a legfényesebb éremért tudunk harcolni. Előttünk van a Diák Olimpia is, és ráadásul a Megyei Szövetség, a Diák Sport Szövetséggel karöltve fogja ezt rendezni Nyíregyházán jövő év elején, úgyhogy reméljük, hogy a Kölcsey Ferenc Gimnázium fogja képviselni a lájmon alatt. Egy első és egy másodikos gimnazistánál, vagy egy nagyon fiatal sportolónál, úgy ott van a motiváció. Egy rutinosabb játékos mi motivál ennyi fiatal között? Motivál az, hogy ők is egymás segítve napról napra többet fejlődnek, segítik egymást, és ráadásul tanulás mellett mindezt, hiszen tudjuk, ez gimnazisták életében ez nem olyan könnyű feladat, hogy a pályán is és az iskolában is helytálljanak, és nagyon jó tanulóink és sportolóink vannak a csapatban. 8 csapat részvételével rendezték meg Nyíregyházán az Ötvös Kupa nemzetközi kosárlabda tornát. Az U14-es együttesek között a Debrecen végzett az élen, megelőzve a szerbiai Újvidék és a szlovákiai Kassa együttesét. Amióta én kosárlabdával foglalkozok 40 éve Nyíregyházán, azóta én tudok róla, hogy lett volna
nemzetközi fiú utánpótlás torna, a lányban már volt, amit Nyíregyházi klub szervezett volna, és a megszervezés nehézségei hát nem volt túl könnyű, hiszen 8 csapatnak megfelelő időpontot találni a tanév közben, nemzetközi mezőnyt összeszervezni, külföldi csapatokat elhívni, nem volt egyszerű feladat, de én úgy érzem, hogy első alkalommal ez kiválóan sikerült. A 8 csapat 2 helyszínen milyen logisztikai szervezés kíván az, hogy a 3 nap alatt azért hirtelen meg nem tudom hány meccset lebonyolítsatok? 3 nap alatt 12 mérkőzés volt, 2 helyszínen, ahogy mondtad, az Eötvös József gyakorló általános iskola és gimnáziumban, és a Vessik Vilmos Érendbiszerű szakképző iskolában. A Vessik az egy kicsit messzebb volt a csapatok szállásához, ott a szállításról vagy mi, vagy a csapatok maguk gondoskodtak. Szerencsére az Eötvös az közel van az egyetemhez, és így ez egy viszonylag egyszerű feladat volt. Milyenek a visszajelzések a csapatvezetők részéről? Eddig én csak pozitív véleményeket hallottam. Nagyon szeretnénk, hogyha ez a mezőny jövőre is itt lenne, annyi különbség, hogy még egy külföldi csapatot szeretnénk hívni. És hát az ilyen tornák után azért általában benne van az, hogy visszahívják a szervezőket, a csapatokat? Ez már megtörtént, tehát az óbudai kaszások meghívtak minket, ők a jövő héten rendeznek egy tornát. Arra sajnos nem tudunk elmenni, mert nagyon rövid volt az idő arra, hogy erre összeálljunk. Az edzőnknek is elfoglaltsága van, viszont a kassaiak januárra hívtak meg minket, az újvidéki csapat pedig nyára. Egy csapat számára mindig nagyon jó dolog, hogy úgy tekintett ki a nemzetközi mezőnyre, hogy nem kell kivonulni otthonról. Rendezőként vettetek részt ezen a tornán. Milyenek a tapasztalatok? Hazai csapatként, legfiatalabbként játszottunk, nagy tapasztalatokat szereztünk a tornán. Én nagyon bízom benne, hogy jövőre legidősebb korosztályként ugyanebben a kategóriában már jobban tudunk szerepelni. Srácok mennyire várják az olyan meccseket, ahol játszhatnak egy szerb csapattal, egy szlovák csapattal, egy szolnokkal, ugye, aki meghatározó a magyar kosárlabdában, vagy a közvetlen rivális Debrecennel is? A gyerekek a mérkőzés után nem hazamentek, hanem beültek megnézni a másik meccset. Kíváncsiak voltak a kassaiakra, a szerbekre, a szolnokra, így ahogy mondod, nagymúltú egyesületek utánpótlás csapataira. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokat tapasztaltak a pályán és a pálya széléről is, és ahogy mondtam az előbb, bízom benne, hogy jövőre azért egy kicsit jobban szereplünk, és a korosztálynak megfelelő csapattal jobb eredményt tudunk elérni. Egyébként mennyit készülök, milyen lehetőségek között dolgoztok? Nagyon jó körülmények között készülünk. Ugye 2 teremben zajlott ez a verseny. Mi a másik teremben, a Vessik szakközépiskolában edzünk heti 3-szor 1,5 órát. Ahogy mondtam, mint fiatalok vagyunk, de én úgy gondolom, hogy a befektetett munka mindig meghozza az eredményt, és jövőre már jobban szeretünk. Ferenczi Tamás, az U18-as válogatott szövetségi edzője és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei utánpótlás referens, úgy gondolom, itt a U14-es tornát is zsákú szemekkel figyeled. Milyen a tapasztalataid eddig? Valóban így van, örültem annak, hogy egy Nyíregyháza megrendezésre került egy ilyen nemzetközi torna. Külön örülök annak, hogy szerb csapat van a tornán, van szlovák csapat is, és a magyar fiatalok megtapasztalhatják, hogy milyen a nemzetközi szín. Nagyon jó alkatú gyerekeket láttam, nagyon ügyes játékosokat láttam, és biztos vagyok benne, hogy ezekből a mérkőzésekből rengeteget fognak profitálni a magyar csapatok. Talán ez a 14-15 éves kor a vízválasztó, hiszen ugye általános iskola után középiskola, vannak, akik kevésbé veszik komolyan a sportolást, a tanulást preferálják. Hogy látod, ezekből a gyerekekből, nem pont ezekből, ebből a korosztályból mennyien juthatnak el akár a profi szintig is? Bízunk benne, hogy minél többen. Az tény is való, hogy tovább tanulás előtt álló gyerekekről van szó. Ez valóban azt mondom, hogy meg szokta határozni ki az, aki ezután komolyan folytatja a kosaras pályafutást és vállalja úgymond a megnövekedett plusz edzésszámot, illetve nagyon sokan vannak úgy, akik ugyanebben a versenyrendszerben szeretnének játszani, de ők már nem vállalják a heti 4-5 edzés, hanem csak heti 3-at, és ők úgymond kosárlabda szerető és sportolni vágyó gyerekek lesznek. Neki az esélyük arra, hogy játékossá váljanak kicsik. Aki vállalja a heti 5 edzést, a plusz versenyeket, például az ilyen nemzetközi tornákat, azokból a játékosokból válhat NB1-es és profi kosárlabdázó. Elműtettem az U18-as válogatottat, hogy néz ki, ugye 2016 végén vagyunk, 17-ben lesz majd megint Európa-bajnokság, hogy néz ki a válogatott felkészülési programja, ugye van ennyire egyházi érdekeltségű fiatalember Fazekas Csaba és a csapatban. Nem csak egy, hanem több játékost is szeretnénk nyíregyházi érdekeltségűt megnézni. Az elmúlt héten volt Székesfehérváron az első összetartásunk. Ugye, amit tudnék el, hogy 1999 és 2000-ben született játékosok alkotják ezt a korosztályt. A 99-es születésű játékosok között megnéztük még Farkas Dánielt, aki nyíregyházi játékos. Tervezzük a decemberi következő összetartásra a 2000-es születésűek közül megnézni Sitku Marcit, illetve Mokánszki Mátét, és
még tavasszal lesz még egy összetartásunk, a tavaszi összetartásra már szeretnénk azt a 16 játékost ebből a két évfolyamból kiválasztani, akikkel megkezdhetjük a közvetlen felkészülést az EB-re. Éveken keresztül, mint nyíregyházi edző által a kamera, itt most Debrecenben dolgozó klubedzőként, nem titkolt a feljutási célokkal, hogy álltok? 6 mérkőzést játszottunk, 4-et nyertünk, 2-t veszítettünk, mind a két mérkőzéssel lett volna reális győzelmi esélyünk. Amit be kell vallani az az, hogy idő kell ahhoz, hogy csapattá formálódjunk, hisz a tavalyi debreceni csapatból 4 játékos maradt, a 4 játékos közül egy volt, aki meghatározó játékos, a másik 3 főleg kiegészítő szerepet töltött be. Ugye igazoltuk Molnár Andrást, Bráne Szavicsot, Farkas Attilát, illetve innen Nyíregyházáról Lajsz Gergőt, ők rendelkeznek élvonalbali tapasztalattal, fiatal játékosként, hisz az NB1B-be ugye az a szabály, egy fiatalnak kell játszani, igazoltuk innen Nyíregyházáról Kósa Tomit, aki a tanulmányi munkáját is Debrecenbe folytatja. Úgyhogy úgy érzem, hogy most már jó úton vagyunk, egy fontos mérkőzés fogunk játszani jövő héten pénteken Tiszaújvárosba, azt mindenféleképpen nyerni kell, és onnantól kezdve bízom benne, hogy kiegyenesedünk már. Két éremmel tértek haza a Reménység körverseny budapesti állomásáról az NVSC karvívói. Nyíri Villő a második helyen végzett, Együtt Eszter pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Ez egy országos verseny, ahol minden egyesület, tehát a pestiek és a vidékek mindenki részt vesz, és nagyon komoly eredményt értek el a versenyzőink. 10 vívóval képviseltettük magunkat, 3 különböző korosztályban, gyermek, újonc és serdülő korosztályban, fiúk és lányok. És 7 dobogós helyezésünk volt, ebből 2 érmet is nyertek, egy ezüst és egy bronzérmet. Ez egy nagyon komoly eredmény, így a nyíregyházi kardvívás számára. Ezt labdarúgó nyelvre úgy fordítanám le, hogy egy U14-es torna, az országban mindenki ott van, és a Vasas meg a Fradi mellett Nyíregyháza volt még a legjobb. 4 éve kezdődött el a munka Nyíregyházán a kardiók, ahol tartotok most, mennyien kardoznak rendszeresen? 40-45 gyerek foglalkozik rendszeresen kardvívással, 2 iskolában van szakkör formájában, az egyik az ötvös gyakorló, a másik pedig a Szent Imre, és ezen kívül itt ugye az egyesületben van 20, aki rendkívül komolyan gondolja a versenyzést. Ez a szakág is nagyon munkaigényes, ez a 4 év mire volt elegendő, mennyit tudtak el sajátítani a gyerekek a kardvívás tudományából? Nehéz volt a kezdés, meg jelen pillanatban is az a nehézséggel küzdünk, hogy mivel a nulláról kezdtük, ugye nekünk nincsenek idősebb versenyzők, nincsenek példaképek, igazából nincsen múltja ennek a dolognak. Ezért amit így megtanulnak a gyerekek, azt csinálják, de rendkívül szorgalmasak, nagyon tehetségesek, nagyon ügyesek, és ugye már az országnak megmutatták, hogy a nyíregyházi kardozók bizony nagyon komoly ellenfelek. Az egyik legnépszerűbb magyar sportoló Szilágyi Áron, aki Pekingben másodszor nyert kardvívásban olimpiát, jelentette ez segítséget a toborzásokon, hogy a gyerekek jobban jönnek ennek hatására hozzátok. Abszolút érezhető az érdeklődés növekedése, ugye a Szilárd Járónak és a Szászemes, és egyébként is a vívó sport rendkívül jó olimpiai szereplése után. És Veres Amorilát se felejtsük ki, mint nyíregyházi érdekeltséget, aki paralimpiai bronzérmes. Hová futhat ki ez az egész történet? Mikorra lehet arra számítani, hogy felnőttként is elindulhatnak majd ezek a gyerekek, és sikerrel indulhatnak el versenyeken? Első körben most a következő nagy lépcsőfok a kadett korosztály lesz, utána pedig a junior, utána a felnőtt, tehát addig még van egy 5-8 év, amikor még a korosztályban végigküzdünk magukat, és akkor utána fogjuk látni, hogy igazából felnőttben, hogy tudnak beintegrálódni. Név szerint azért mindenképpen említsük meg a két fiatalt, aki dobogóra állhatott, és milyen versenyek várnak még rátok az idén. Nyíri Villő nyert gyermeknői kardban ezüstérmet, Együtt Eszter pedig újonc női kardban bronzérmet. Ezen kívül voltak még döntős helyezéseink, és szerintem gyönyörű szép eredményt érnek el. Nagyon tudok gratulálni nekik, mert nagyon ügyesek voltak, nagyon szépen küzdött mindenki egyébként. És ebben az évben hol állhatnak még pásra a fiatalok? December 10-én a Vasasban lesz még egy ilyen reménység körverseny, szintén az egész ország jelenlétével. Egy ifjú hölgy nagyon sok sporták között választott, te miért éppen a kardívás választottad? Egyszer eljöttünk megnézni, és azóta nagyon megtetszett, és azóta vívok. És mi tetszik a legjobban a kardívásban? Hát igazából szeretem csinálni, és ennyi külön. Mit szólnak a barátok, barátnők, osztálytársak ahhoz, hogy kardívó vagy egy sikeres kardívó? Először furcsálták, mert ugye hát nem olyan hétköznapi sport, de hát örülnek neki, hogy ilyen sikeres vagyok benne. Milyen sikerekre vagy a legbüszkébb?
Hát például a most hétvégi második helyem az ezüstérem, de voltam már első vidékbajnokságon, és igazából ez a kettő, amivel büszke vagyok nagyon. Mit szeretnél elérni ebben a sportágban? Hogy látod, néhány év múlva milyen kardiló lehetsz? Szeretnék minél jobb, ugye? Hát olimpia, meg világbajnokság, és ilyenek. Sokak számára talán még mindig furcsa lehet, ha egy lányt látnak kardozni. Te miért választottad pont ezt a sportágat? Nagyon megtetszett maga a kard, meg hogy gondolkodni kell benne. Mióta vívsz, és mikor jöttek az első sikerek? 4 éve vívok, és 3 éve versenyző. És az első az a Budapest bajnokság második helyezett. És utána a Diákolimpia első helyezett, és most a második helyezett. Meg a harmadik helyezett. Barátok, osztálytársak mit szólnak ahhoz, hogy kardvívó vagy? Támogatnak is, meg hogyha jó eredményt érnek el, akkor gratulálnak. Döntetlennél zárult a labdarúgó megyei első osztály 13. fordulójának rangadója. Az Éllovas Balkány 1-1-et játszott a harmadik Nagyhalásszal. Én azt mondom, hogy egy ilyen rangadón, ilyen iszap birkózásba ennyi helyzetet kidolgozva, amennyit kidolgoztunk, és hát a Gagyi az NB1-es szinten védett a Nagyhalászba, kapufánk voltak, szerintem a kettőből egy 11-es is volt, 2 olyan szituációnk volt, amit meg lehetett volna adni. Helyzetek alapján több góllal kellett volna nyerni a második félidőbe. Az elsőben ők voltak fölénybe, kontráztak, ott azt mondom, hogy szerintem egy kicsit ott a középpályán megvertek minket, de azt már a második fél időben szerintem helyzetek alapján akár 3-4 góllal is nyerhettünk volna. Van még hát a 2 mérkőzés az őszi szezonból, és 2 rangadó, ugye Nagy Esedés, Bakta. Mi a cél? Ugyanilyen nehéz mérkőzés lesz ugyanilyen pályán, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nem lesz egyszerű, de hát azon vagyunk, hogy a veretlenségünket megtartsuk. Hát az hogy már ilyen teljesítményt nyújtunk hétről hétre, és ott állunk a tabella elején, és veretlenek vagyunk, azt gondolom, hogy ezt senki nem gondolta volna. Úgyhogy én azt mondom, veszíteni való nincs, ugyanígy fogunk küzdeni, és meglátjuk, mire lesz elég. Egyedes döntetlen játszott a listavezető Balkány otthonában a Nagyhalász, úgyhogy vezetett, mennyire vagy elégedett így az eredménnyel? Az első félidő alapján, ha berúgjuk a helyzeteket, nyernünk kellett volna, a másik félidőben viszont jobb volt Balkány, én úgy gondolom, hogy az X az reális eredmény. A másik dolog meg még az, hogy nekem a 2 belső védő nem játszott, az sajnos az meglátszott a csapaton. De akik játszottak, azért pótolták valamilyen szinten. Mennyire nyomta rá a bélyegét a játékra a pályatalaja? Hát számoltunk vele, mert már mostanában ilyen pályákon játszottunk, tehát már lassan megszokjuk, ha ilyen idő lesz. Még ez, amikor Baktával játszottunk, meg a Namenyhoz képest már még felüdülés volt, mert azoktól már egy picivel jobb volt. A tavalyi nagyon nehéz év után nagyszerűen szerepel a Nagyhalász, minek köszönhető ez? Hát egységes a csapat, már most a védekezésünk kezd összeállni, de mi most se vagyunk az igaziak. De tényleg még próbálunk ezt hozzátenni egy kicsit előre fel a játékba, és akkor remélem, hogy még ettől is jobban fogunk szerepelni, de én gondolom, ez a szereplése nem kell szégyenkezni ebbe az erős mezőnyben, amilyen csapatok vannak most. 2 forduló van még hát az őszi szezonból, kivel játszik még a Nagyhalász, és milyen reményekkel? 4 olajjal játszunk otthon, Ibrány idegenbe, ami Ibrányi meccs az olyan nekünk, hogyha mindegy, hogy kit vertünk meg, de Ibrányban nekünk ott csak jó reményt lehet elérni, mert az olyan szomszédrangadó 2 település között. Érden rendezték meg az ökölvívók női bajnokságát, ahonnan 4 éremmel tértek haza az NVSC Big Boxing bunyósai. 59 egyesület 163 versenyzője indult a 4 korosztályban. Ez lebontva volt gyengébb, illetve voltak erősebb korosztályok. Mi 5 versenyzővel indultunk, minden korosztályban volt versenyzőnk, sajnos betegség miatt volt, aki nem tudott indulni, de így is jó ez a létszám, úgy gondolom, az országos átlagot figyelembe véve. Milyen eredményeket értetek haza? Sikeresnek mondom, mert az 5 lányból egyetlen egy lány nem lett érmes junior korosztályban, a magyar Bogi, de ő is jól boxolt, tehát minden dicséretet megérdemel. A többiek pedig érmesek lettek. Vastagsára Serdülő 57 kg-ban, Molnár Orsolya plusz 81 ifi, illetve Kovács Klára felnőtt 54, és Nagy Kitti pedig felnőtt 57 kg-ban, ő meg is nyerte. Klára, ő ezüstérmes, illetve az Orsi is. Kitti már a válogatottal készül a női Európa-bajnokságra. Milyen esélyekre utazik majd Bulgáriába? Nehéz megmondani az esélyeket,
ez Európa-bajnokság, mindenki a legjobbjait viszi erre a tornára. Sok minden függ az ökölvívásban, az amatőr ökölvívásban a sorsolástól. Talán majd, ha látjuk a sorsolást, akkor már könnyebb esélyt latolgatni. Említetted az OB létszámát, hogy tűnik, merre felé tart a női box Magyarországon? Én úgy gondolom, hogy fejlődik dinamikusan, hiszen tavaly kevesebb induló volt, tavaly előtt még kevesebb, tehát egy pár százalékkal nő a létszám, ellentétben a férfiakkal, ahol viszont csökkenő tendencia van. Várj, még rátok valamilyen országos bajnokság az évhátra lévő részében? Igen, még a felnőtt OB van, ott valószínűleg egy versenyzővel, Kovács Rihárddal indulunk elsőves felnőttként, reméljük, hogy tűz közelbe tud kerülni. Evezzünk egy picit profi vizekre, hiszen nem csak amatőrökkel foglalkoztok. A hétvégén minden igaz érdekeltségetek is lesz egy rangos profi tornán. Igen, a hétvégén Székesfehérváron a Felix Promotion rendezvényén Kovács Zoli lép szorítóba. Nem csak lép, hanem ő fogja a főmérkőzést boxolni az M4 Sport élő közvetítésében. A WBO szervezet Európa bajnoki címért fog boxolni Kozmász Cseka ellen, egy afrikai Moszkvában élő versenyző ellen. Milyen esélyekkel? Bízok benne, hogy sikerrel veszi az akadályt, ez a cél, erre készültünk, de ez egy elég komoly ellenfél. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!